elfogadtál meghívásunkat, és szeretnének ma velünk együtt ünnepelni. Bármilyen okos és ügyes vagyok, ha nincs bennem szeretet, semmi vagyok. Írja Szent Pál a Korintusiakhoz küldött első levelében. Az apostol szavait szeretném idézni. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem rúja fel a rosszat. Legalább karácsonykor kíséreljük meg, hogy megfeleljünk ezeknek a kívánalmaknak. Ilyenkor megajándékozzuk egymást a szeretet, és nem a gazdagságunk jeleivel. Adni legalább olyan jó, mint kapni. Ezért kérem Önöket, fogadják szeretettel a mi ajándékainkat, melyet szeretnének szereplőim elhelyezni a csodálatos karácsonyfa köré. Elsőként iskolánk legkisebb művészeti tanulói szeretnék átnyújtani ajándékukat. Ők a Jászmintás csoport, felkészítőjük Schmidtné Horváth Zsuzsa. Fogadják őket szeretettel! Fortune seemed to smile.